Elindul? De akkor fogd meg addig, ameddig felülsz, vagy nem tudom, valamit csinálj. Mert? Hát mert most minek videózok, amit feldobnak? Hát ilyen szép ló. Oké, csak akkor mozgás, mert nem tudok egyszerre. Jó, akkor valahogy jó, oké. Itt van. Figyelj, meg rá. Oké. Gyerünk, Bili. Na. Úgy. Jönni fog Alika mindjárt. És kicsit túl. De igen, hogy mi lenne az, ami, amit mondjuk mindent. Mindjárt, érted? Jó, hosszasak a lovak, ugye Padik most már felengedett valamennyire, úgyhogy jó árosi minden. És Dankuskának megköszönöm, hogy felveszi ezt a gyönyörűséges kis lovacskámat. Most már vissza is adom, jó? Úgyhogy vissza is adott, köszönöm. Szépen. Szóljam a Moninak, akkor jó, oda kiabálok. Ide kiraktam neki a venyigét, jó? Menjen egy 10 kört, az kész. Nem kell sok színe ma itt. Na itt vagyok, Poszika hátán. Menjél, baba. Kicsit meg, melyiket rakták oda? Aha. Akkor már csak itt tudja meglongyozni valahol. Hát most kezd felengedni a talaj, de még messze nem vagyunk ott, hogy azt mondanám, hogy tökéletes. Reggel kimentünk a Tóbira, aztán 5 órakor mondom a Lilinek. Mit mondtam a Lilinek? Ja, 5 órakor mondom a Lilinek, hogy mocsár lesz a Tóbi, de legalább dolgoznak. Aha, körbe tudtunk rappolni, ennyi. Várjál, itt van, pont kimegy ki a... Ajjaj. Akkor mindegy, majd Harakály feldobja ezért Dankusta. Hogy? Anya, itt valahol. Így van, látom. Itt, ahol szoktuk a Jancsikát. Nyugodtan, én el vagyok. Akárhol egy kicsit menjen körbe, az gyere vele, vagy nem tudom. Na, szép kis lovacskámat nézzük inkább. Jani, itt vagy még egy darabig? Jó. Föl kéne dobni a kislányt. A Dankust. Majd ide jön. De ő jön, mert amúgy is ki szokta vezetni Alikát, amit a meglett patkóba, olyan óvatosan jön ki. Hogy? Nem. Látom. Elég az. Na jó, majd.